Még mindig csak szigorú előszűrések után léphet be beteg a bonyhádi rendelőintézetbe. Bár a vírus veszély megszűnt, Laufer Éva ápolási igazgató azt mondja, a megelőzés a leghatékonyabb módszere a fertőzés veszély kezelésének, így továbbra is szükség van a korlátozásokra. Tapasztalatai alapján az elmúlt időszak azt hozta magával, hogy csak az jön el a szakrendelésekre, akinek tényleg szüksége van az egészségügyi ellátásra. A rendelőintézet működésének szabályozása annyiban változott, hogy most már gyakorlatilag szinte minden szakrendelésünk beindult, és ugyanúgy üzemel, mint korábban. Viszont azok a szabályok, amikkel néhány héttel korábban beszéltem, hogy a pretriás sátron keresztül lehet bemenni, hogy telefonos előjegyzés szükséges, hogy telefonos vizit szükséges, maszkviselés, ezek változatlanul maradtak a továbbiakban is. Viszont úgy látjuk, hogy az előjegyzési időpontokat nagyon jól tudjuk tartani, tehát rövid időn belül, a legtöbb szakrendelésen nagyon rövid időn belül tudunk időpontot biztosítani a betegeknek egy telefonos vizit után, hogy személyesen is megjelenjenek, ha szükséges. Bár megszűnt az a szabály, hogy egy órában 4 beteget lehet csak fogadni, mindez nem okoz majd jelentősebb változást az ellátásban. Eleve azért a betegforgalom az nem is nagyon tud sokkal gyorsabb lenni, hiszen a betegekkel való foglalkozás az igényel annyi időt, illetve hát magának a sátornak az áteresztő képessége is limitált, de abszolút ki tudjuk elégíteni a betegeknek az igényét és szükségletét, tehát meglepő módon nem hogy nyúltak volna ezek a várólisták, hanem rövidültek a legtöbb szakrendelés esetében. A szabályok megváltozása egyben azt is magával hozta, hogy újra lehet látogatni a kórházban. De azért mindenképpen szeretnénk azt kérni, mindenkinek az az érdeke, hogy a beteg hozzátartozóját is védeni szeretné nyilvánvalóan, bár megértjük azt, hogy nagyon hosszú látogatási tilalom után óriási az emberekben a vágy, hogy a szeretteiket meglátogassák, de kérjük, hogy ezt nagyon körültekintően tegyék. Erre vannak konkrét szabályok is, amiket a mi intézményünknek is be kell tartani, de amellett az embereknek a józan eszére és ítélőképességére is nagyon-nagyon támaszkodunk, hogy természetesen csak egészséges, tehát légúti tüneteket, vagy Covid-ra utaló tüneteket, vagy egyéb fertőzésre utaló tüneteket mutató személy nem látogathatja a betegeinket. Egyszerre egy betegnél egy látogató tartózkodhat, ez a védőtávolság megtartása miatt rendkívül fontos. Azt is nagyon fontos tudni, hogy vannak olyan kórtermeink, ahol pont ez a védőtávolság megtartása miatt egy kórteremben egyszerre csak egy látogató tud az építészeti körülményeink miatt tartózkodni. Emiatt limitáltuk a látogatás idejét 20 percben, pont azért, hogy mindenki, aki szeretne idejönni a szeretteit meglátogatni, annak lehetőséget tudjunk biztosítani. Az is egy nagyon fontos szabály, hogy nem lehet a korábbiakhoz képest csak olyan egyszerűen besétálni az osztályokra, hanem van egy beléptetési pontunk, ez a főportán keresztül történik, ahol egy egészségügyi szakdolgozó ugyanolyan előszűrést végez, ahogy a járóbeteg szakellátásban, tehát bizonyos fertőzésre utaló kérdéseket tesz föl, hőmérsékletet mér, és ennek a birtokában mehet valaki be az osztályra. Természetesen minden látogatónak szigorúan kötelező a maszk viselése. Ha valaki csak csomaggal akar kedveskedni beteg hozzátartozójának, azt naponta 1 és 3 óra között a főportán adhatja le. A kórházban naponta 3 és 7 óra között érkezhetnek a családtagok beteg szeretteikhez.